Köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Nemzetiségekért díjjal tüntették ki a Belojánisi Pirgosz hagyományőrző görög néptánc együttest. A stúdióban itt a vendégem az egyik vezető, Plecser István a másik vezető, az egyik vezető van itt a stúdióban velem, Takács Katalin. Jó estét kívánok! Üdvözlöm! Hát nagyon nagy díj, azt gondolom, ez a nemzetiségekért díj, amit most december közepén vehetett át az együttes, amit ha jól tudok, akkor olyan nemzetiségek kapnak itt Magyarországon, akik sokat tesznek a kultúráért, a kultúra fennmaradásáért. Igen, még mindig a hatása alatt vagyok ennek a díjnak, hiszen egy váratlan telefonhívás a minisztériumtól, amikor közölték gratuláció mellett, hogy nemzetiségekért díjat kapott a Pirgosz. Először hát igazából szólni se tudtam semmit, természetesen nagy az öröm, csak ugye a karácsonyi forgatagban az embernek az jutott eszébe, hogy ja Istenem, most hogyan, hova, mit kell csinálnom, mit kell tennem, ami rám nem érvényes az, hogy ne tudjam, hogy mi a teendő, de ennél az volt. Nagyon örültem a díjnak, hogy csapatunk a Pirgosz ekkora sikerrel nyerte ezt meg, vagy nyerte meg, vagy nem is tudom erre mi a kifejezés, de azt tudom, hogy mi nem azért dolgoztunk, hogy díjat nyerjünk, és ez soha eszembe sem jutott, hogy egyszer talán mi díjat fogunk emiatt kapni, de nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ezt részünkre adták. Gratulálok a díjhoz egyébként. Mikor alakult a néptánc együttes, mit kell tudnunk az alakulás körülményeiről? Igen, ez is egy nagyon hosszadalmas történet, de igazából, amikor mi már ezt úgymond Pirgoszként kezdtük el, az 1990-es év elején volt, amikor is Belojánisban megszűnt a görög tánccsoport, és párom Plecser István jó voltából, aki azt mondta, hogy próbáljuk feleleveníteni azt a régi kultúrát és azt a régi hagyományt, amit annak idején gyerekként, fiatal koruként, serdülőkoruként mi ezt műveltük, és igazából így indult az egész dolog, hogy visszahívtam azokat a táncosokat, akikkel még én együtt táncoltam, hogy ismét a görög kultúra egy kicsit felszínre kerüljön Magyarországra. Majd a későbbiekben pedig igény volt arra, hogy gyerekeket is tanítsak, tehát szülők kerestek meg minket, hogy mi lenne, hogyha gyerekcsoportot indítanánk. Nem voltam ellene, hiszen tudni kell, hogy imádom a gyerekeket, és ők is engem, hál' Istennek. És így most már elmondhatom, hogy több száz gyereket neveltem ki görög tánccal és a görög hagyománnyal, és jelen pillanatban is, tehát a mai napig is 4 csoporttal rendelkezünk. Azt gondolná az ember, hogy Belojánisz egy görög falu, hogy ott biztosan egyszerű egyébként ezt a kultúrát átadni és belevonni a gyerekeket vagy a szülőket. Ez mennyire egyszerű egyébként tényleg? Ez nagyon jó kérdés, és nem egyszerű. Szerintem nagyon nem egyszerű, hiszen az 50-es években, amikor ugye a kis falunk épülni kezdett, akkor lehet, hogy azt mondja az ember, hogy igen, egyszerű, hiszen mindenki görög volt. Viszont a 2019 éves évre mondhatom most, azért ez nehéz, hiszen elmagyarosodott a falu, viszont nagyon-nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy a faluban a magyar gyerekek is részt vesznek ebben, és tanulják a görög táncokat. Mit lehet tudni egyébként ezekről a táncokról? Mi jellemzi a görög táncokat? Igazából azt tudom elmondani, mint itt Magyarországon is, hogy ugye különböző tájegységekre vannak lebontva a táncok, és mi úgy döntöttünk, és úgy gondolkozunk ebben, hogy a régi hagyományos táncokat próbáljuk bemutatni. Meg kell említenem igazából, és meg is szeretném említeni Vüncs Laci bácsit, a nagyszerű koreográfust, aki az én mesterem is, és tanárom is volt. Ő volt az, aki annak idején bejárta Görögországot, és Görögország különböző tájegységeiről képet hozott magának, táncot hozott magának, tehát megtanulta azt a tánclépést, amit éppen azon a tájegységen művelnek. Majd később Laci bácsi ezt a úgymond stafétabotot átadta nekem, én vittem itt tovább, viszont egyetlen egy tánc, amit nem változtattunk meg a koreográfiájában,
az a hagyományos táncunk, tehát a hagyományőrző táncunk, ez az ipirotikosz. A többi táncnál egy pici módosítást sajnos végeznünk kellett, hiszen nem mindig vagyunk akkora létszámmal, hogy az a tánc úgy bemutatható legyen. Ugye már ahogy mondtad, hogy ugye a magyar tánckultúra is más, és más, és ugye a zöldözet is. Ugye a görög öltözet is ugye azért jellegzetes. Mit lehet tudni a görög néptáncos viseletről? Visszaismétlem magam, tehát ugyanúgy, mint a Magyarországon is különböző tájegységről vagyunk, ugye, vagy vannak néptáncok és ahhoz illő ruhák, ugyanígy jellemző Görögországra is. Mi megpróbáltuk azt a népviseletet hordani, viselni, és abban táncolni itt Magyarországon, amelyet a magyarok ismernek. Itt most például gondolok arra, hogy a férfi népviseleti ruhánál ugye a pompomnos sapi, vagy éppen a cipő, ami ugye jellemzi, és ugye a rakott szoknya, ahogy szokták mondani, de ugye ez a fustanella görögül, ami jellemzi a görög népviseleti ruhát. Ez terjedt el Magyarországon, ezt ismerik. De valahol, ha nem is ismerik, akkor néznek, hogy ugye természetesen, hogy szoknyában van a fiú, de hát ez nem egy szoknya, hanem egy népviselet. És ugye jellegzetes hangszere is van a görög zenének, ugye a buzuki, aminek azt gondolom, hogy teljesen más hangzása van, mint egy gitárnak, vagy bármilyen más, mondjuk népi hangszernek. Igen, a csodálatos hangszer, ami tényleg, és igazából, hogy nem is tudom kifejezni magam, tehát az élete akár az én tánccsoportomnak is, hiszen buzuki hangjára szól a zene, tehát és arra táncolunk, és nagyon-nagyon nagy öröm számunkra, hogy a Pirgosz együttesbe, zenekarba új hangszerek léptek be, csodálatos hangszerek, amelyet Görögországban egy buzuki készítő Dimitris készített, és teljesen egyediek a hangszerek, tehát a két buzukisnak a saját kis hangszere most. Hogy kell elképzelnünk az együttest? Egyébként hány csoportja van most, hány tagja van ennek az együttesnek? Hát most közel 50-en vagyunk együtt. Ez ugye egy picit, hogy mondjam, én nem mondanám azt, hogy csökkent, mert mindig minden évben más és más generációk nőnek ki, szállnak ki a csoportból, magyarán mondva. Természetesen volt ennél nagyobb létszámmal is, de az 10 évvel ezelőtt, vagy amikor az én időmben, tehát az én időm volt, és én is táncoltam, még nem csak táncot tanítottam, az más jellegű volt. Ugye nagy tánccsoportot látsz a színpadon, itt most már egy kicsit átalakult, és ez Istvánnak segíthető, vagy köszönhető a segítsége, hiszen egy picit átalakult a tánc, egy show lett belőle igazából, amit ugye a magyar emberek nagyon szeretik a látványt, nagyon szeretik azt, amit lát a színpadról, hogy ne felejts el, és igazából úgy érzem, hogy ezt sikerült megvalósítanunk, mert minden egyes alkalommal mondhatom, és tényleg megemlíthetem ezt is, hogy úgy jövünk el minden egyes fellépésnél, hogy örömmel fogadtak minket azon a rendezvényen, és hogy visszavárnak, és hogy nagyon tetszett nekik. Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy így a közönség mennyire fogékony a görög kultúrának erre a részére, erre a szegmensére? Annyira érdekes, mert ahogy fel van építve, hogy Istvánék és a zenekar ugye felépítette a műsorunkat, amit jelenleg is előadunk, annyira felpesdíti a közönséget ott lent a színpad előtt, hogy nagyon sokszor érzem azt, hogy kedve támad táncolni. És ennek mi nem is vagyunk elrontója, hiszen a műsorunk után bevonjuk a közönséget egy rövidke kis tánctanításra, és ami a legfontosabb, az orba, ugye a szírta ki, az nem maradhat ki. Azt minden egyes alkalommal eljátsszuk, és úgy búcsúzunk el a közönségtől. Azt azért általában ismerik az emberek, szerintem, főleg, hogy van azért az alatt teljesen gyors lépésekkel teli része is. Egyébként mennyire könnyű elsajátítani, mondjuk, hogyha valaki elmegy egy görög táncházba, amit ti tartotok, mennyire könnyű elsajátítani nem az orbát, hanem valami másik táncot? Az orbát is. Uh-huh. Tehát azzal sincs semmi probléma, mert köszönöm a kérdést, ez egy nagyon jó kérdés ismételten, hiszen
nem az a célunk, hogy minél bonyolultabb tánclépést tanuljon meg a közönség, hanem az a célunk, hogy megtanulja igenis azt a könnyű, egyszerű tánclépést, és amikor hazamegy, akkor azt mondja, hogy én görögöt táncoltam. Tehát én ma tanultam görög táncot, és megtanultam. És a Zorbánál is, ugye, amikor bemutatják a fiatalokat a Zorba táncot fent a színpadon, akkor egy nagyon bonyolult és egy tényleg nagyon-nagyon nehéz táncnak tűnő táncot lát a közönség, viszont mindig azzal kezdem a táncházban a tánctanítást, hogy Zorbát is fogunk tanulni, de ígérem, nem lesz olyan nehéz, mint amit a színpadon láttak, és beállnak. És ami a legjobb, hogy a Zorbán, amikor kiejtjük azt, hogy na, akkor most következik az Zorba tánc tanítása, akkor azok is, akik előtte nem álltak fel, felállnak, mert szeretnék megpróbálni. Tehát lehet, hogy előtte szégyellős volt, vagy nem akart, vagy bármi, de ahogy meghallja, hogy na, most következik az Zorba tánc tanítás, felállnak, és sok jó volt. Tehát igazából mondhatom azt, hogy megduplázódik a közönség. Merrefele jártok egyébként így az országban? Gondolom, hogy most azért már népszerűek vagytok az országon belül, tehát gondolom, hogy nem csak itt a megyében hívnak benneteket szerepelni. Igen, országszerte, tehát, és igazából én mindig azt szoktam mondani, hogy a saját magunk médiája vagyunk, hiszen meglátnak minket, és ott onnan megy tovább. Tehát, hogy tetszik a műsor, jönnek, akkor kérdezősködnek, hogy mikor ráérünk-e, tudunk-e menni, falunap, fesztiválok, óvodai jótékonysági vagy iskolai jótékonysági esteken is részt szoktunk venni. Tehát mindenféle típusú rendezvényen részt veszünk. Ha jól tudom, akkor egyesület is alakult az együtteshez kapcsolódóan. Mit kell tudni erről az egyesületről? Lehet-e támogatni benneteket esetleg? Köszönjük szépen, igen. 2009-ben lettünk hivatalosan, mint Pirgosz Egyesület, és igen, erre nem tudok mást mondani, tehát... Akkor a szükséges információkat mindenki megtalálja. Meg, igen, van egy honlapunk is, igen, tehát természetesen a honlapunkon is, pirgosz.hu-n is megtalálnak minket, a rendezvényeinket a naptárban, de ugyanúgy a Facebookos oldalon is, ha ezt ki lehet mondani, akkor a Facebookos oldalon is, mint megtaláltok bennünket. Jó, és akkor még beszélhetnénk arról, hogy akkor merre fele várhatóak még a fellépések, hol nézhet meg benneteket, vagy csatlakozhat be a ti táncházatokba az, aki szeretne? Most egy olyan dolog történt például velünk, hogy mindig azt hittük, hogy a január az egy picit a pihenő hónapunk, de mondhatom azt, hogy hál' Istennek nem. Január 12-én már útnak indul a Pirgosz, és már fellépésünk lesz. Igaz, hogy ez zárt körű, tehát amire megyünk, egy zárt körű rendezvény lesz, de februártól... ismét február közepétől, ha jól emlékszem, 17-e, 18-ától ismét láthatóak leszünk. Itt most azért torpantam meg egy pillanatra, mert nem tudom, mennyire mondhatom utazási iroda nevét, vagy ilyesmi. Hát utazási iroda nevét azt nem, de mondjuk, hogyha helyszínt kapcsolnánk. De ez valahogy... is zárt körül, tehát azért jöttem, nem tudtam most hirtelen. Tehát olyan ahol így... nem zárt körülön, de láthatna benneteket a közönség, olyan lesz mostanában. Mert gondolom, hogy egyébként így már a következő évre is megvannak, biztos vagyok benne a fellépések. Igen. Meg, hát amit a közönség, amit nem zárt körül, akkor úgy tudnám nektek mondani, ami nem zárt körül, az márciusban kezdődik Pécsen, a görög nemzetiségi önkormányzat jóvoltából, a pécsi nemzetiségi önkormányzat jóvoltából, közel 15 éve járunk oda, és márciusban kezdődik a minden harmadik pénteken lévő táncház, ahova sok szeretettel várunk mindenkit. És ha jól tudom, akkor az Icsi színpadnál és az Icsi ligetben is szoktatok itt Fehérváron megfordulni. Ez biztos valamikor a nyár folyamán megint várható lesz. Bízom benne, nagyon-nagyon nagy örömmel érkeztünk mindig Székesfehérvárra és az Icsi ligetbe, hiszen ott is egy rövidke kis táncbemutató volt a közönség számára, utána pedig táncházzal zártuk azt a szép napot. Bízom benne, hogy még találkozunk itt Fehérváron is. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltatok, vagy vendégünk voltál itt a stúdióban. További sikereket kívánunk a Pirgosz hagyományozó görög néptáncegyüttesnek, és még egyszer gratulálunk ehhez a díjhoz. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmüket, az Esti Mérlegben a Pirgosz hagyományozó görög néptáncegyüttest
ismerhették meg egy kicsit közelebbről. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!